A legtöbben Rózsa Sándor és a Fekete Csárda történetéről ismerik a délvidéki hajdújárás nevét. A látkép, amely a ludasítóval elénk tárul, ma is megidézi a régmúlt romantikus betyár történeteit. A határtól néhány kilométerre fekszik a település, ahol helyet kapott az egyik délvidéki lurkóház is. Vajdaság területén most már 3 ház van. A házakban szegény sorsú, nagycsaládos vagy csonka családból kerülnek gyerekek, akiket az iskola javaslatára fogadunk mi be, mert először is ők azok, akik a gyerekekkel ugye napi szinten kontaktusban vannak, és látják, hogy kiknek van szüksége segítségre. A segítségnyújtás nagyon sokrétű, de a legfontosabb a lurkóházak vezetői számára a mindennapi nehézségek leküzdésén túl az, hogy a gyerekek megtapasztalják a jót, a szeretetet és a biztonságot, hogy megtanuljanak bízni a jövőben. Itt ebédet kapnak, uzsonnát kapnak, a házi feladatot megoldjuk velük, segítünk ruházkodásban, sőt tisztálkodásban is a gyerekeknek, mert nagyon sok helyen nincs fürdőszoba, lehet, hogy meg tudnák oldani máshogy is, de mivel itt van erre alkalom, lehetőség, ezért itt ezt megoldjuk a gyerekeknek a tisztálkodását. A legtöbb támogatás egyéni adományokból származik, de a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége is segíti a lurkóházat. Idén a vajdasági termelők által adományozott búzát liszttéőről tették, és így osztották szét a rászoruló szervezetek között. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a kezdetektől részt vesz a Magyar a Kenyér program kereteinből a búzaadományok összegyűjtésébe. Az idejében már több mint 25 tonnát adtak össze termelőink, amit ezúttal is szeretnénk nekik megköszönni, és ebből a Borsos Malomba lisztét váltottuk át, és ezt a lisztet osztottuk szét a gyerekekkel foglalkozó intézmények között egész Vajdaság területén. Ezek az intézmények olyanok, mint a kollégiumok, a nagycsaládosok egyesületei, a sérült gyerekekkel foglalkozók, vagy a lurkóházak, és mindenkivel előre egyeztetett mennyiséget szállítottunk le, úgyhogy ez a 3 nap alatt sikerült tényleg gyorsan megoldani, és mindenki már most tudja használni, tudja alkalmazni ezt a lisztmennyiséget az élelmezésbe. A lisztadomány nagyon sokat jelent a gyerekek mindennapi étkezésében. Kedvencek az biztos, hogy a tésztaféle inkább, mint a hús. A húsból mondjuk annyira nem sok az egész, amivel rendelkezhetünk. Viszont ugye palacsintát, azt meg bőven csinálhatok, vagy akár tésztát is főzhetek, és akkor abból könnyebben kaphatnak a gyerekek repetát. A meleg étel és a tanulás mellett szórakozni is van lehetőségük a gyerekeknek, akár a kimondottan erre a célra kialakított szobában, akár az udvaron. Kezet mosunk, utána elkészítjük a tányérokat, ebédelünk, utána elkezdünk tanulni, és miután megtanultunk, azután szabadok vagyunk, felmenjünk a játszószobába, játszunk. Idén gróf Széchenyi Imre díjban részesült a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, ugyanis munkájukkal a nemzetet erősítik, a mezőgazdaság és élelmiszeripar korszerűsítéséért dolgoznak. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a megalakulásakor már egy olyan célt tűzött ki magának, hogy a Vajdaságban dolgozó termelőknek, mezőgazdasági termelőknek akarunk segítséget nyújtani, és fog segítséget nyújtani a mindennapi dokumentációnak, a mindennapi papírmunkának az elkészítésébe. Ezt a folyamatot olyan szintre fejlesztettük, hogy jelen pillanatban 20 falugazdászunk dolgozik Vajdaság területén, és ez a 20 falugazdász éves szinten több mint 8000 termelővel áll kapcsolatban. A hajdújárási lurkóházba eddig a bejutás is kihívást jelentett az esős napokon. Most a Bethlen Gábor Alapnak, a Vajdasági Baráti Egyesületnek és Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának köszönhetően ez a probléma is megoldódik. Nyáróta folyamatosak a munkálatok. A szennyvíz kérdését is sikerült megoldaniuk, illetve most vezették be a gázt is az épületbe. A nagy szervezetek segítsége és a hétköznapi emberek jósága, adományai reményt adnak a lurkóházak gyerekeinek, és elindítják őket egy szebb és boldogabb jövő felé.